Egy mesteroktató bruttó bére januártól 400 ezer forint lesz, hasonlóan a tudományos munkatárshoz, aki bruttó 400-500 ezer forintot vihet majd haza, de egy egyetemi tanár bére bruttó 1 millió forintra nő jövő évtől. A bérfejlesztéseknek köszönhetően a bérolló nem nyílik tovább, és perspektívikus bérmodell is elérhetővé válik az oktatók, kutatók, tanárok részére. A munkabér emelését a modellváltás alapozta meg, nyilatkozta az egyetem kancellárja. 2021. augusztus 1-től a Nyíregyházi Egyetem modellváltó egyetemként, magánegyetemként a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány fenntartásában működik. Ez a jogállás változás azonban hozott magával nagyon sok más pozitívumot is. Többek között azt, hogy a Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a egyetemet fenntartó Nyíregyházi Egyetemét Alapítvány egy hosszú távú keret megállapodást írt alá, és egy 5 évre szóló közfeladat finanszírozási szerződést. Ezek pontosan meghatározzák azokat a költségvetési, azokat a támogatásokat, amiből az elkövetkezendő években a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodhat. Ehhez azonban indikátorok teljesítése is szükséges, tehát nekünk olyan feltételeket szabtak ezen szerződésekben, aminek a megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkatársainkat motiváljuk a bérfejlesztéssel is. A leghangsúlyosabb bérfejlesztés az oktatói munkakörben valósul meg január 1-től, de a nem oktatói, azaz az oktatás segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók is már szeptemberben is kaptak egy 15%-os béremelést, és most is egy 15%-os bértömeggel fogunk gazdálkodni, amiből nem egyenlő módon, differenciáltan fognak a munkatársaink béremelést kapni. A munkabér mellé jóléti kafetériás juttatást is adnak a munkavállalóknak, amely idén hosszú évek óta először bruttó 200 ezer forint jelent a dolgozóknak. Az általános munkabér emelése mellett többletmunkával továbbra is többletjövedelem érhető el, valamint megmarad a közvetlen munkáltatói elismerések rendszere, nyilatkozta az egyetem rektora. Változó ugye a béremelés mértéke, ez munkakörönként beosztásoktól is függ. Természetesen akik tudományosan már letették azokat az eredményeket, amiket elvár a felsőoktatás, értelmi tudományos fokozatszerzés, egyetemi tanári fokozat megszerzése, azok többet fognak kapni, de azt gondolom, hogy senki nem panaszkodhat, hiszen a 400 ezer forinttól 1 millió 200 ezer forintos fizetések lesznek a Nyíregyházi Egyetemen, és ehhez még társul az, hogy különböző úgymond bónuszokat is be fogunk vezetni, abban az esetben, hogyha az indikátorokat teljesítjük. Tehát ez a bérfejlesztés, ez nem egy ajándék, úgymond, hanem ez különböző feltételekhez is lesz majd kötve. Az a feltétel, hogy amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány megkötött, azokat az indikátorokat, amiben nekünk, amiket nekünk teljesíteni kell, azt valóban teljesíteni kell, hiszen a finanszírozásunk fog ettől függni. A bérfejlesztés egy feltételrendszer eredménye, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nyíregyházi Egyetem Alapítvány állapított meg. A jövőben további elismerésekkel motiválják majd a dolgozóikat.